Szilveszter az év utolsó napja. Ilyenkor nevetéstől, üdvrivalgástól, valamint tűzijáték zajától lesznek hangosak az utcák. Az emberek többsége házi bulikban vagy nagyobb eseményeken köszönti az új évet. Eddigi otthonülések után most úgy terveztük, hogy szeretnénk kiszabadulni valamerre. Több alternatíva is szóba került a házi bulitól az utcabálon keresztül. De... Szilveszter általában úgy szokott nálunk zajlani, hogy egy baráti összejövetel a gyerekkori barátokkal nálunk indul. Általában 5 óra fele megindítjuk a történetet, és egy szórakozó helyre megérkezünk. Terveink szerint mindig 11-kor, de a tűzijáték juttatja eszünkbe, hogy éjfél van. Vagy a barátnőmnél leszek, és akkor bulizunk egyet, vagy nem tudom, tűzijátékozunk, tesómnak szülinapja lesz, ilyesmit fogunk csinálni. De vannak olyanok is, akik nem terveznek előre. Jobb az, amikor nincs megtervezve, és akkor azon váratlan helyzetek, azok mindig jobban szoktak alakulni. Mások inkább otthon a családjuk körében töltik a szilvesztert. Családi körbe történik a szilveszterezés. Már nem vagyok olyan fiatal, a családom, párom se, úgyhogy otthon esetleg majd szilveszterkor kicsit leülünk sétálni. Gyerekek, lehet, hogy még unokára is vigyáznom kell, ha fiatalok elmennek valahova. Hát itthon pihengetünk, ha jönnek a gyerekek valószínű, aztán pihengetünk, meg együtt leszünk. Picik egy kis másfél éves kisgyerek mellett így otthon, de attól még meg tudjuk teremteni azt a szilveszteri hangulatot. Programból az év utolsó napján sem lesz hiány Dunaújvárosban. A könnyűzenepártiak például utcabálon, vagy a város szórakozó helyein önfelett bulizással köszönhetik a 2015-ös évet.